Akkor azt a nem mondom, hogy introvertált vagyok, de magamtól inkább áttérve. Mint hogy én koncerteken sem szoktam beszélni igazából, ha nem kell. Más egy felkérnek, akkor mondom. De egyébként nem mondom, hagyom a Szabolcsot beszélni, vagy nem tudom, de... Ha nem szeretek így túlzottan exhibíciónál, hogy az már épp elég az ember ott ül, és akkor csapkod valamit, meg kiadja, azért az egy elég másfajta intimitás, de azért az akkor sok mindent kiad az ember, ha jól zenél, vagy megpróbálja az ember. Az erről szól. Ahogy vénülök, azért a játékos énem az sok irányba elvezet engem, és kalandozok zeneileg, és sok mindent csinálok, mint bizonyára tudod. Azt gondolom, hogy például a Peti zenei változását ez tökéletesen jelzi, hogy ő egyszer csak a Cajonnal elkezdett intenzívebben foglalkozni, és beépítette a saját hangszerparkjába. Már ez a fajta komplexitás számomra már kellően izgalmassá vált ahhoz, hogy elkezdjek ezzel egy picit mélyebben foglalkozni az előzőekhez képest. És hát aztán ez így beszippantott rendesen. És én muzsikus vagyok. 32-3 éve űzöm az ipart, és legkülönbözőbb műfajokban azon túl, hogy azt vallom, hogy az én zenei anyanyelvem az indiai klasszikus zene. Ez nincs mese, ezt nem lehet elfelejteni, ezt sajátítottam el olyan szinten, amilyenen. Ám de van egy olyan játékos vénám, ami nem hagy engem nyugodni, és erre egy kiváló eszköz a Cajon. Ezek az emberek nem tudják azt, hogy hiába tablázik egy tablás százféle különböző módon, formációval, amit meg is tesznek elsősorban egzisztenciális anyagi okoknál fogva, ő soha semmi más nem fog tudni zenei értelemben játszani, mint indiai klasszikus zené. Összeállhat bármivel, és az a bármi, ami alatt, mellett, helyett ő játszik, az mindig az ő szempontjából indiai klasszikus zene, mert olyan a tálas struktúrája, olyan ennek az egésznek a tradíciója, hogy nem tud mást játszani rajta. Magyarországon tablásnak lenni az nem egy egyszerű dolog, különösen manapság. És nem elég az, hogy valaki mesteri szinten beszéli az indiai zene nyelvét, és mesteri szinten játszik a tablán, hanem
hanem lehetőleg minél többféle zenei közegbe érdemes beleszagolnia, belekóstolnia. A jazz az ugye a nyitottságról szól, arról szól, hogy minden impulzusra nyitott legyél, ami körülötted történik, és mégis egy csomó jazzzenész tudnék mondani, aki sokkal zártabb, mint a Szalai Péter, aki viszont egy sokkal zártabb zenei tradícióból indult. Viszont ő is megérezte azt, hogy mennyi minden van még, és hogy mennyi mindent kapunk más zenei kultúráktól. És azóta a Peti akkora változáson ment keresztül, tehát annyi fajta és annyi féle zenét játszik, amit szerintem ő csodálkozna a legjobban, hogyha 10 évvel visszapörgetnénk az időt, és látná magát. Talán több, 15 évvel. De ez szerintem annak a folyamatnak része, hogy a Peti egy nagyon nagy zenész. És ennek az időnek el kellett jönnie, hogy a Peti nyit. Ez persze olyan kollégák, olyan zenei környezet kellett, hogy eljön az ő életébe, amiben ő megtehette ezt, és mai napig is bővíti a hangszerparkját. Nekem emlékezetes élmények, amikor beszabadultunk egy-egy ilyen boltba, és ott topzódtunk, nem tudtunk dönteni, elvesztünk, akkor egyszer csak azt láttam, hogy a Peti feje felbukkan különböző mindenféle egzotikus hangszerek közül, látszott, hogy az ő szeme is gurgulázik, én sem voltam magamnál, ott kiabáltunk a hangszerből, egyik sarkából állt a másik, te mit találtál, én ezt találtam, és mutogattuk egymásnak. Tehát a megszállott őrület ott abszolút tetten érhető volt mindkettőnkön. Azon a zeneiségen, amit neki kell hozni, tehát azt a fajta ritmust, vagy azt a fajta groove-ot, amit ő neki kell hozni egy bizonyos fajta számban, egy bizonyos fajta játékmódban, azon belül ő tud improvizálni. Ami számomra nagyon fontos, hogy nagyon, nagyon karakteresen hozza azt, amit kell, de közben improvizatív az ő lénye miatt. Szóval így inspirál engem külön a Peti is, mint maga az ember, és hát a hangszere pedig mindenféleképpen az én hangszeremmel szervesen össze tud kapcsolódni. Én benne voltam egy zenekarban, aminek a neve az volt, hogy Eastside Jazz Company. És a Benc úr házba Lakatos Ágnes kolléganőm, énekes kolléganőm csinált klubkoncerteket, ahol mindig volt egy vendég. És itt egyszer egy ilyen klubkoncerten eljött a Szalai Péter a Nyusztai Ivánnal játszani velünk. Hát ott kerültem először zenei élménybe a Péterrel, tehát hogy együtt tudtunk játszani. És ugye teljesen más élmény volt vele játszani, mint hallani kintről. És nagyon inspirált. Tehát borzalmasan inspirált. És amikor létrejött a Micura zenekar, akkor én külön örültem, hogy a Peti benne van, mert tudtam, hogy itt valami ki fog alakulni. Vannak ilyen dolgok, amiket az ember előre tud érezni. És hát általában, hogy az embernek nem rosszak a megérzése ilyen szinten. Amikor létrehoztam a saját zenekarom, akkor nem volt kérdés, hogy a Petivel szeretnék játszani. Érdekes zenét játszunk, mert igazából nagyon merész dolgokra vagyunk képesek zenei módon, de pont emiatt inspiráló a dolog, mert nálunk is éppen ott születik valami. És mindenki magának érzi azt a folyamatot. Tehát engem a közös zenélés, a kamarazenélés, az együtt a muzsikának a megszületése érdekelt, és ezt a Petiben nagyon-nagyon köszönöm, hogy ő ilyen, mert nagyon fontos pillére az én zenekaromnak. Thank you.
a mi együtt zenélésünk az egyetlen egy produkcióra korlátozik az életünkben. Az érdekes módon egy ilyen gamelán zene volt, amiben ő el is vállalt és eljött közénk és játszottunk, ezt nagyon élveztük. Az utolsó akcióm az pedig az volt, mikor rábeszéltem a Zeneakadémiát, hogy nyisson klasszikus indiai szakot, és azt a Péter oktassa. Hallom, hogy a Péter egyre többet tanít, és ez jó dolog, hogy ezek a dolgok így valamennyire bejöttek a magyar zenei kultúrába. Igazából már régebben meg kellett volna megtörténnie. Úgy gondolom, hogy bármilyen klasszikus zenének hasznára van az a fajta gondolkodás, ami a tradicionális indiai zenéből nyerhető. Ugye tadi genátom, ez az a 9. Igen? És? Tisztán adályban helyezik, igen. Egyszer mondjuk, de végig tisztán. És ugye nem jön ki, mert ugye ez itt most már tudjuk, ezt tudnotok kell, hogy az 5-6-7 tisztánadájban az 6 máter. És ugye azért az alapciklusunk az 9, tehát az egészet háromszor kell bemondanunk, hogy két avartánban, ugye két ciklusban jön ki. Mondjuk először egyszer, és utána együtt háromszor, hogy ki is jöjjön, most számoljuk, nézzük rendesen. Nem is tudom, hogy mikor találkoztunk először egyébként zenészként, mert hát én tudtam róla, meg ismertem őt egészen gyerekkoromtól fogva, hiszen édesapám révén, aki a Tintin akkoriban talán Quintet volt, a Tintin Quintetnek rendszeresen vendége volt, már ott is találkoztam a Petivel. Amikor például a Tintin megalakult, akkor egy havi egy alkalommal fixen lehetett 300 embert megmozgatni egy ilyen fajta zenére. Nekünk akkor fiatal zenészeknek, mondjuk a Dilusamú féle körnek, a Laokonnak, a Tintin az egy ilyen egy legenda volt, tehát a MU-ban volt klubjuk, a MU színházban, és mindig vendégeket hívtak, Brest, vagy Pest, vagy mindenféle érdekes zenész. És hát mi így néztük őket, hogy lehet így zenélni, meg milyen érdekes hangzat, milyen hangzat, hogy improvizálnak, milyen szép férfiak, az benne volt, igen. Színházi produkciómban is végre tudtam a Szimbád előadásba őt be tudtam építeni, hogy úgy mondjam, és akkor egy évig dolgoztunk például a színházzal és együtt a Hólya Cirkusszal, ami az is egy a Pajabeával együtt meg a Monori Andrással. Az egyik kedvenc történetem, hogy az ő édes pici lánya, a Júli, aki már azóta nem olyan pici, a Szimbád
előadások előtt mindig bejött az öltözőmbe. És emlékszem, hogy csak úgy nézte, hogy ott van a sejmek, meg a festékek, meg a mindenféle női dolgok röpülnek, szállnak, és olyan édes volt. Meg ennek az egész hólyagcirkuszos körnek a hangulata az nagyon jó volt. Tehát úgy volt, hogy előtt a Szabi elkezdett főzni, olyan hat körül. Ilyen mindenféle cukkiniket, meg zöldségeket, meg húsokat pácolt be, hogy ez egy ilyen vacsora is volt tulajdonképpen a közönségnek. Tehát ez nagyon jó hangulat volt, nagyon sokat mellettünk. Tehát a Monorian is a szitára, Peti ott a tablában, ott ülök mellettük, mint Seherezádi, és akkor tényleg végignevettük az egész darabot, meg az előkészületeket. Jó illatokban, meg finom borok társaságában. Akkor tényleg volt ilyen, hogy a színészek, vagy nem tudom, a szereplők ilyen kastáncruhába végigvitték a nézőközönség sorai közt a csirkét, meg a fantasztikus ételeket, és ez nagyon jó volt. Tehát én azt nem tudom, hányszor láttam azt az előadást, lehet, hogy nem is volt nekem való egyébként az a színbád, de igen, igen. Gyere lányom, te vigyázz a legjobban, a munkorig fölbuktál. És akkor a Monori András is ajánlotta, hogy nézzek le a Kalkutta klubba és hallgassak ilyen zenét, meg Lilus Samu, és ez a másik ág, akivel szintén ott számolgattuk az ujjunkon a tálákat a Kalkutta klubban. Szerintem ott láttam először játszani őt, tablázni, és hát őt is egy kicsit ilyen mester pozícióra raktam az én helyemben, akkor is, hogyha tehát, hogy azért elég hektikus volt, hogy én hozzájárogattam, meg azért az együttműködés alatt tanítgatott inkább dolgokat. De hogy abszolút erre, ebben a szerepben is volt az én életem, valamennyire, és közben pedig egy abszolút egy lágy emberi találkozás, tehát egy barátság alakult ebből az egész együttműködésből. Rengeteg inspirációt adott igazából, de más művészeti ágakkal kapcsolatban is nagyon sokszor olvasmányok alapján hatottuk egymással. Én is úgy érzem, hogy talán sokat hatottam rá már, tehát színházi szempontból. Hogy ettől is tud jól működni a mi barátságunk, hogy nem kizárólag a szakmára korlátozódik, hanem jó vele mozzarella, buffaláról beszélgetni, vagy a szebb siborokról, vagy pedig az irodalomról, szóval, meg filmekről. Peti ugye nagy Hitchcock rajongó, és ezt a Hitchcock rajongását ugye nem sikerült ezért teljesen átragasztani rám, tehát én nem váltam rajongóvá, de adott nekem többször kölcsön Hitchcock filmeket, és egyszer pont a szlovákiai turnén egyébként csodálkozott a Lukács Miki zenekar, hogy a Petihoz ilyen elavult régi fekete-fehér filmeket, és akkor mindenki fintorgott is egy kicsit. De ugye a visszafele útra, mert hosszú volt az a turné, és hát elfogytak a filmek a turné végére, maradt a Peti két Hitchcock filmje, és olyan kicsit olyan, emlékszem, hogy beraktuk, mert nincs más, és baromira élveztük. Tulajdonképpen azokat a filmeket élveztük a legjobban a turné során. Úgyhogy hát ez is jó a Petiben, hogy ilyen élményeket köszönhet neki az ember. Fölhívta a figyelmet egy-egy énekesre, vagy mondjuk egy-egy regénynek, például az Alexandria 4-es című regény. 5-6 évig állomásozott nálam, mindig mondta, hogy mikor adod vissza. Ez a tisztes kis értelmiségi pasi, akkor úgy mindenki úgy közelked. Volt egy idő, amikor sokat jártunk a Lukács fürdőbe együtt, ami ugyanelvileg ilyen sportolásnak, tehát én azt otthon úgy állítottam be, hogy én járok sportolni, de azért ezeknek a nagy sportolásoknak a fele az azzal, tehát hogy áztattuk magunkat ott a bugyogó vízben, meg van az a ilyen ráfekszik az ember a vízre, és körbe-körbe, és nagyon vicces volt, hogy úgy beszélgettünk a Petivel, hogy ott körbe-körbe keringtünk, és akkor ott kiabáltunk át egymásnak, és azért az nagyon jó volt, amikor ilyen mélypontokon voltak mindenféle mélypontjaim, és akkor ott ültünk a meleg vízbe, bugyogott
bugyogott ott körülöttünk a víz, és akkor el tudtam neki sírni a nagy bánataimat. És nagyon jó volt, hogy ő higgadtan, megfontoltan, és objektívan, tehát nem úgy beszélgettünk, hogy akkor ő... Tehát mindig odafigyelt arra, hogy megpróbálja a másik oldalt is mérlegelni, és ezek nekem nagyon-nagyon sokat segítettek ezek a beszélgetések, illetve mind a mai napig nagyon sokat segítenek ezek a beszélgetések. Ha látja az emberem, hogy ha valami problémája van, akkor azt ő észre tudja venni, és finoman oda jön. Tehát a Peti nagyon segítőkész, viszont nagyon diszkrét, ami az ő jellemét nagyon meghatározza ez a fajta hozzáállás. És mindig van egy-két jó szava az emberhez. Tehát, és az a fajta nyugalom, ami belülről árad a Petiből, a zeneiség, tehát a kultúrából is jön ez ugye, amit ő tanult, de szerintem, hogyha ő nem indiai zenét tanult volna, hanem bármilyen fajta féle zenét, akkor ő ugyanilyen lenne, mert maga az ember ilyen. Nagyon nagy tudású zenész, és nagyon csodálattal tekintettem mindarra, amit ő tudott, hiszen én annak csak egy ilyen közelébe is alig kerültem. Egy gyönyörű lélek, gyönyörű férfi, és egy nagyon-nagyon nemes lélek. És nagyon-nagyon szeretem azt, hogy ő az életben ezeket az örömöket, meg a szépségeket látja. Tele van futóbolondokkal ez a szakma, szó jó és szó rossz értelmében is. Tehát a zenészek nem feltétlenül jó zeneszükről híresek, hogy körül vagyok véve jobbnál jobb zenészekkel, de ilyen baráti szinten viszonylag kevés emberrel találom meg a hangot. A Petivel jó beszélgetni. A Petivel jó vitatkozni. Szóval ezek nagyon fontos tényezők, mert nem mindig csak egyet kell érteni az emberrel, hanem hogyha valami más ötlete van, vagy nem úgy gondolja, akkor a Petivel még az is jó. A Peti tud mérges lenni, hát olyan a mérgessége, amikor mondjuk én nyugalmi állapotban vagyok. Mondjuk én egy más vérmérsékletű ember vagyok, mint a Peti. Néha azt veszem észre, hogy egy kicsit magába fordul. Tehát amikor mérges, vagy valami problémája van, akkor elmegy és sétál. Tehát én sokszor veszem észre külföldökön, hogy elmegyünk, és a Peti egyszer csak eltűnik. És akkor nézzünk, hol lehet a Peti, hol. És akkor valahonnan jön az utcáról, és akkor látom, hogy vagy konakolozik magába, vagy valami történik, de úgy magában van. Tehát én azt ezt veszem észre az ő életében, hogy neki nagyon fontos az, hogy néha, ami nagyon ritka a mai világban, hogy az ember magával is foglalkozik. Tehát ő mindig hagy időt magának, magára. Most is tök jó felmenni hozzájuk, de közben a gyerekeivel is jóba lettem, ugye az, akkor még picik voltak, ugye akkor volt Juli, Rózi még egészen pici, és aztán megszületett Samu. És hát Juli azóta csodálatos felnőtt nő lett, és hölgy, és éppen a színművészetire felvételizett, amikor felhívott, hogy egy pár énekórát venne tőlem. És ez nagyon nagy élmény volt, mert ahogy én tanítok, az egy bizonyos dolgokat hangsúlyozok én, és hogy ő neki abszolút átment ezt. Nagyon nagy segítség, hogy a papa az csomót most gyakorol velem, hogy mindig viszem a népdalokat, és így, hogy ezért nagyon sokat szokott Cajonon, meg Tablán, mindig más ütős hangszeren kísérni, és ez nagyon jó. Tehát, hogy meg azt hiszem, hogy valami alapzenei műveltség mindenképp tőle kaptunk meg, és úgy jött nekem ez az egész, tehát, hogy így akarok valami zenével foglalkozni, meg hogy így sokat segít is, hogy mondjanak ott, akiktől érdemes tanulni, vagy nem tudom. Ilyen volt a fajabe is. Nagyon türelmes szerintem, és igen. És ezt most így megmondom, hogy így amikor így gyakoroltunk, akkor is így észreveszem, hogy te tényleg már a 600. rossz belépés vagy, nem tudom, hamis hang után még mindig van kedve csinálni, és ez nagyon jó. Rozival legutóbb úgy találkoztunk, voltunk moziban, és Samu pedig, hát ő legutóbb a Szalókegi koncerten, a Millenárison ittuk a bodza szörpöt, és fel akart ülni a ringatós hajóra. Hát és Andrea a felesége. Ő így benne volt a családban, tehát egy Szabiék, kicsit az is úgy működött, mint egy ilyen bármelyik zenekar körül kialakuló ilyen melegséggel teli emberi közösség. És hát ő is mindig ott volt a színbád előadásokon is, meg Tintin koncerteken, tehát így, az így, ő is abszolút így benne van ebben a körben. Akkor megismerkedtünk, hogy talán 17-18 éves lehetett, és még akkor ugye a édesanyja élt a Maja, és ott ismerkedtem meg vele az Ötös utcai lakásból. Maja a nagymamánk, 96 nyarán halt meg, úgyhogy ezt amúgy nem is ismerte, de
igazából nekem csak kevés emlékem van róla, de ez nagyon jó. Tehát, hogy furcsa, ne, hogy már így vannak. És igen, és épp ez az, hogy vannak emlékeim. De emlékszem, már sose felejtem el, hogy amikor meghalt, akkor papát láttam sírni, és akkor még nem is tudtam, hogy miért, hanem ott ült a régi fotelben, ami még nem van egy Balatonon, és akkor emlékszem, hogy oda ültem hozzá, de akkor még nem is tudtam, hogy mi van. És akkor így erre emlékszem csak, hogy ott sírt. Amikor elmentünk az édesanyának a szülő falujába temetésére, tehát ilyen élmények, amik így örökre, vagy akár a nyugodtan nevezhetjük mondjuk a Petri György, aki hát valamennyire a nevelő apja volt, mert akkor, amikor megismertem, akkor mégis együtt éltek, és azt hiszem, hogy a Gyuri az is egy eléggé, meg az ő baráti köre, az a kör, aki a idősebb korosztályból a meghatározó szellemi hátteret adta Péternek, azonos körben mozogtunk, tehát ami még kicsit belterjesnek is nevezhető, tehát, de hát ez a, engem ez abszolút nem zavar. Szeretem benne, hogy ugyebár neki ettől, hogy zenész, nincs állandó munkahely, tehát ettől, hogy gyakorol, meg este elmegy, de szeretem, hogy én vagyok az, aki körülbelül minden nap együtt ebédelünk. És én nekem ez nagyon fontos, hogy hazajövök, és hogy itt van, és akkor vele tudok. Igen, de hogy ez sokaknak nincs így, és például nagyon sokat vagyunk együtt, tehát, hogy megyünk együtt úszodába, biciklizni, minden, és ez szerintem fontos. Mindenféle dologra tanít, mondjuk ha azt mondom, hogy én most focizni szeretnék, akkor elkezd tanítani focizni. Azt mondom, hogy röpizni szeretnék, elkezd tanítani röpizni. Szóval nagyon kedves, és nagyon sokszor sportolunk, és nagyon szívesen szoktam vele programokat csinálni. Hát viccesen mindig benne van igazából, így azt látom, hogy van benne egy ilyen szigorú szülő, hogy ne azért, ő is nagyon hunc. Ő is nagyon hunzú, tehát vannak olyan ötletei, meg ezért mond olyanokat. Meg főleg, hogy mesélt nekünk történeteket, hogy mit csinált fiatal korában. Tényleg, hogy befeküdt a mosókocsi alá. És akkor én meg így... Görkorcsával húzottam magát végig. Igen, és akkor mi az, hogy hát mi is megcsináljuk. És akkor... Nem engedik. Ne, ez nem lehet. Nem. Tehát fú, olyanokat tud főzni. Marha jól csinálja a Dált. És elmentem osztálykiadásra, és mindig azt mondtam, hogy Robin Hoodot vett ki a videótékából, meg Dál legyen. Tehát Dál igazi jó csípős indiai Dál. Nem tudom, mai napig nagyon jól nyomja ezeket az indiai. Nagyon. És bírjuk is a csípőset, tehát hogy ez így mondjuk, nagyon jó. Na, ezeket mind Indiából kaptam. Például nekem vannak még ilyen sima láncok is, amiket vannak, hogy gyerekek csináltak, és külön így a papának adta egy kislány. Viszont a papa, hogy nem is válogatott, hanem így fogta belemarkolt, és így kilóra így odaadta a nőnek, hogy ezeket kéri. És utána néztük meg, hogy hát ez ilyen gyönyörű, tényleg igazi kövek, és hogy ez is például, ez sajnos már kicsit kiszívta a nap, egészen elképesztő, és én ezeket hordani is nagyon szeretem. Fel szoktam rendszeresen menni hozzá a zenész szobájába, ami ott van fent, és nagyon segít nekem. Nagyon pici, ugye? Csinálták, nem tudom, hanyadik évfordulónkra, hogy ott vagyunk a klubban, szerintem 25. 5-6 éven, igen. És akkor mindenki kapott egy a helyi, nem tudom, ilyen kézműves körnek a vezetője készítette, nagyon helyes. Ezt
azért tettem ki, ez a Ravi Shankar 75. születésnapján részt vettem, résztvevő voltam, volunteer, és akkor ott én alkalmazásban álltam őképp. Egyébként együtt gyakoroltunk a koncertre, és én is ott. Ez egy nagy-nagy esemény volt 95. februárjában. Bizony. Ezt egy hölgy csináltam 90-es évek között a végén, dedikálta is nekem, és András hoztam. Nagyon jó fotó, és nekem állatira tetszik. 87-ben. Hát ilyen családi képek is, ott kivagdostam csúnyán. Ahol én is laktam náluk. Igen. Aha, nagyon jó a szöveg is, de hát még az Akirnak a kis lánya, unoköccse. És akkor rengeteg Alla papával, ezek nagyon jó képek. Én is itt laktam náluk, Bombéban. És akkor sok koncertfelvétel, egy-két pályatárs, meg ő nyilatkozik. De nagyon szeretem ezeket. Még ki is nagyítottam ott, mint én ezt mondom, hogy óriási. Azt hiszem, pont ezt sokkumással. Ez is tanítás. Ez a szoba, én is itt laktam. Igen. Hát ilyesmi. Szóval én ezt szeretem, hogy itt ezt kérdezik. Más korszak volt a 70-es évek vége, 80-as évek. Hiába volt bezárva, és egy másfajta társadalmi rendszerben kellett működni az itteni alkotóknak. Szinte megvesztek az emberek azért, hogy egy ilyen klubba elmenjenek, és egy ilyen zenének óriási húzóereje volt. Abban az időszakban ez a műfaj van Magyarországon nem nagyon volt zenekar. Tehát, Makám az teljesen újító volt. Ezért volt egy nagyon erős klubélet, és úgy érzi, hogy kinevelődött egyfajta a közönségből, meg az odajáró, esetleg a zene iránt érdeklődő emberekből sok muzsikus. Ez igazából forponton volt a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor a Makám indult, és azt mondom, hogy ez nem véletlen, a Péternek is akkor indult a pályája. Még emlékszem rá annak idején, hogy egyesek az is kifogásolták, hogy egyáltalán hogy kerültünk a Debrecen Jazz Fesztiválra, mert akkor ott azt hiszem a Young Arbarekék voltak, a Makám és a Schneidbergernek akkor indult a pályája, mert akkor az egybe volt kötve a Rádió Jazz versenyével. A Pege Aladár volt a zsűri elnök, és a zsűribe, vagy nem lehet, hogy nem az elnök volt, csak a zsűribe benne volt, és ez a Haki Takase, vagy ez a japán zongoraművész, aki egy ilyen, igazából egy nagyon érdekes avantgárd kísérletező zongoraművész, az teljesen oda volt a Makámért, emlékszem rá. És akkor volt egy olyan, akkor még ugye a színház, Pimszián Rózsika nevű újság volt, és abban voltak egyedül jazz, vagy ilyen jellegű kritikák, és egy kritikus. Csipke Bokor gyújtogatóknak nevezte a Makámot, és igazából kiemelte, hogy már akkor, ami egy kicsit túlzás volt, hogy a Young Albereket egy kicsit leúzta, és a Makámot felemelte, mert a Young Albereket egy csodálatos zenész. Csak valószínűleg
annak a kritikusnak a makám egy reveláció volt. Például a Pege Aladár ezt pedig lehúzta, hogy ez nem jazz, és hogy mit keres itt, mert hogy ezek osztinátokra játszanak, meg olyan ritmusok, amikor nincsen swing. Európába. Olyan helyeket kellett ennek a zenének megjelennie, ami teljesen abszurd, és során fogom elfelteni, hogy bevittek például egy ilyen szociális, francia szociális hálózatba, ahol aztán egy kápolna volt átalakítva öregek otthonába koncerthelynek, és szegény öreg bácsik, nénik, akiket tolókocsiban ugye ott vártak valamilyen fölülről, rá volt októjában, most meg kell hallgatni egy zenekart. Következő volt, szó szerint nekem az volt az élményem, mint ugye smasszerek tolnákba, kápolnába az öregeket, és hallottam, hogy mondja a francia intézet vezető, hogy most pedig bemennek, és itt van egy nagyon érdekes zenekar Magyarországról, Budapestről, nagyon különleges zenét játszom, tegyenek föl kérdéseket, és tessék meghallgatni, és erre azt hallom a néniktől, bácsikba, vagy tolókocsiba, hogy nem akarom, jaj, vigyelek ki. Tehát szóval ilyen, és gyakorlatilag ehhez hasonló mindennapos történetek voltak, és ezek igazából összefűztek minket, ezek az élmények. Lugánótól egy pár kilométer kis helyen egy csodálatos kis koncert megszervezve, és akkor napközben sétáltunk a igazán nem város, hanem egy kis hegyi falu, és ott emlékszem arra, hogy a mi zenénk szólt ki az ablakból, és így megálltunk a Péterrel, hogy hát az a közelítése hanem valószínűleg még bakelit lemezről szól a vegyünk zenénk, Tabla, Gadulka, és a Kulik Zolinak a gitárra. És így kiderült, hogy ott egy adaptált, aztán portugál vagy angolai kis néger kisfiú, adaptáltak ott a svájci szülők, aki azt kinézett az ablakon, és mondták, felszóltunk neki, hogy ez a mi zenénk, hát jöjjenek be, és mondta, hogy a kisfiú, a kis néger baba az, gyakorlatilag erre alszik el, tehát erre a zenére. Tehát ezek ilyen nagyon megkapóak. Indiai zene először Európában, meg Amerikában ugye áttört, tehát az éppen a Woodstocknak lehet köszönteni, meg vagy a Beatlesnek, aki a Harrisonot elment, és ugye szarangival, meg tablával, meg szitárral, ami persze hát köze nem volt nagyon sok az indiai zenéhez, de hát mégis oda járt, és a hippie korszakban az indiai kultúrának igenis beemelődött az amerikai, meg az európai popkultúrába, és nagyon sokat köszönhet. Tehát akkor Ravi Shankar, aki tehát a Pétertől tudtam ezeket, hogy Indiában ugye sokan azért támadták, mert hogy elárult az indiai tradíciókat, mert hogy egyrészt a Yehudi menú innal, és nem tudom, kikkel csinált, és kétségtelen az már nem tradicionális indiai zene, de hogy egy csomó emberrel megismertette ezt a kultúrát, ez egy ilyen korszak volt. De ez egy felszínes érdeklődés volt, és ez a fajta divathullám, ami egyébként együtt volt a hippikkel, ezzel az egész indiai, minden, ami indiai, az divatos volt. Az indiai ruhák divatban voltak, az indiai kaja divatban volt, minden divatban volt, de ez aztán elmúlt.
Az Ötvös utcában laktunk nevelőapámmal, Petri Gyurival, barátai, Kurták György és Márta feleségem. És akkor megkérte Kurták Gyurit, Petri, hogy hát hallgass már meg a gyereket. És akkor azt mondta Gyuri a végén, én úgy hallom, neked elég jó érzéked van a ritmushoz, ugyan, és ezzel érdemes foglalkoznod, ha már zenével. És ezen belül is van egy egészen elképesztő hangszer, és az fantasztikus lenne, ha valaki Magyarországon azon megtanul lejátszani. És kérdeztem, hogy mi az. Mondta, hogy hát a tabla, az indiai tabla. Csapásszerűen abszolút megfogalmazódott bennem, hogy hát ez valami döbbenetes dolog, semmit nem értek belőle. Ezért mondom, hogy akusztikai élmény elsősorban, emocionális első hatásként, és azt éreztem, hogy a villámcsapás itt ért, hogy egész életemben ezt fogom csinálni. És hát innen következett aztán mindaz, aminek következnie kell, minden nyűgével, bajával és szépségével. Péter második gimnazista volt, és a Toldi gimnáziumban járt, amikor egyszer megkeresett engem, hogy ő hallott valamilyen ilyen tablás zenét, és ő tablázni szeretne, és tudnék-e neki segíteni. Akkor már volt Kalkutta trió, de ilyen egyéves szünetekkel, mert én kim voltam abban az időben Indiában egyben. Péter így félig meddig önmagától tablázott egészen 1982-ig, amikor én hazahoztam Indiából egy tablást, akivel én egy pár koncertet játszottam akkor Indiából, ezt Anthony Dasnak hívták, ezt az urat. És itt gyakran lehetett őt hallani, házi koncerten játszani, készült vele lemezfelvétel is. És emlékszem rá, hogy a kis könyvecskéjére a Péternek, ahol le voltak ezek a gyakorlatilag egy olyan, mint egy ilyen furcsa szótár, ahol ezek a kompozíciók le voltak írva, és hát nekem örök emlékünk, elmesélte, hogy valami nagyon meleg volt, és aludt délután a ágy, elszundikált a mester, és ő közben gyakorolt, és horkantott egyet, és a horkantásból felszólt, hogy nem jó, tehát mégsem aludt olyan mélyen, tehát, de lehet, hogy ez nem igaz, de, vagy én mesélem rosszul, de erre emlékszem. Ebben az időben gyakorlatilag ennek a fajta iskolának a lényeges dolgait őt ettől a Szia Anthony Dasztól sajátította el, és aztán később egy másik fajta iskolának lett az elkötelezettje. Ravi Shankart ismertem meg először személyesen, egy nagyon komoly zenei vizsgát tettem nálam, és egy hónappal később Németországban, Stuttgartban, ott már várt engem. Alla, Rakha a szállodai szobájában, Ravi Shankar említést tett rólam, és meghallgatott Alla, Rakha, és azt mondta, hogy jól vagy, gyere. Ennyi. Elfogadott, ami egy nagyon nagy dolog. Ez tényleg iszonyatosan keményen gyakoroltam én hány éves kora óta. Igen, tehát ez nagyon-nagyon jó. Eldöntötte és megcsinálta. És először karmester akart lenni, de nagyon megtetszett neki a tabla, és így kiment Indiába később. És úgy utazott repülővel, hogy úgy, mint a busz, hogy ilyen sok helyen megáll, leereszkedik és felmegy. És szerintem borzasztó. Biztos. Ezt a kitartás. Sok időt töltöttünk együtt, nem csak akkor, amikor utaztunk, hanem amikor ő is tanulni volt Indiában, meg én vittem előtt ugye mesteremhez, Pandit Ravi Shankarhoz, akkor ott eltöltöttünk bizonyos időt úgy, hogy ő csak ott üdögét nézelődött, de ez egy fantasztikus...
ez a környezet, tehát az indiai klasszikus zenébe beletartozik az, hogy a zenészek környezetében lenni, ez az egésznek az ilyen milliójét egy picit be kell valakinek szívni, akit ez érdekel. Ez a fajta ragaszkodás, meg a tanulás, az ő sajnos már 11 évvel ezelőtt bekövetkezett halálával sem szűnt, meg fiaitól ugyanúgy tanulok tovább. Az ember az élete utolsó pillanatáig tanul. Ezek az úgynevezett Sangit Samelánok, ez azt jelenti, hogy zenei konferencia szó szerint, ez egy érdekes ilyen szóösszetétel. Így jelölik ezeket a híres fesztiválokat, van a kalkuttai, például a Doverlén Fesztivál, ami talán a legnevesebb Indián belül, nagyon nagy, én egyszer voltam Kozma András barátommal, kollégámmal egy Ravi Shankar koncerten, akkor a sátorban, ahol szerintem 15 000 simán beférnek. Már az rémisztő volt, amikor megközelítettük a sátort, és ezt talán meséltem nektek, az volt az a hely, ahol ugye, mert leveszik az emberek a cipőjüket, és úgy ülnek, mint ahogy mi is most itt ülünk. Igen, de 15 000 pár cipő azért az egy mellbevágó látvány. És ezen játszott Pandit Ravi Shankar, és ezen játszottam vele én együtt. A sátornak a hátsó részében van egy ilyen öltözőszerű külön sátor, és akkor ott raktuk le a ruhákat, és ott tűnt el a cipőm, de csak az egyik. Ez a fantasztikus benne, hogy egy lábú valaki vitte el a cipőmet, vagy sem. Azt nem tudom, viszont utána már taxit sem lehetett Kalkuttában kapni, mert éjjel 2-3-ig kerestük a cipőmet, és akkor úgy mentünk haza, mint 5 kilométert, hogy én egyik lábamon volt cipő, a másikon nem. De Indiában lehet mezitláb is járni az utcán, nincs abban sem. És vannak olyan fesztiválok is, ahol például a hagyomány szerint, ugye erről is talán már meséltem, ilyen a Gwaliori Tanzen Fesztivál, most erről külön részletesen nem beszélnék, ahol például csak magáról a fesztiválról, vagy ezek típusú fesztiválokról, ahol férfiak és nők különülnek, ennek is van egy ilyen hagyomány. Nem tudom, hogy a Puna ilyen, szerintem nem. Aha. Szóval az meglepő volt, én leültem, ahol volt még hely, és akkor pillanatokat kivezettek például ezen a Tanzen Fesztiválon a csinos hölgyek közül, hogy mit keresek én. Aztán sajnos a színpadra kellett mennem, mert tampurázni kellett a Ravi Shankarnak, és különösen fájlaltam ezt, de az is nagy élmény volt. Nekem India nem mondom, hogy otthonosabb, de teljesen otthonos az ember Indiában. Például a Péter sokkal nehezebben van otthon Indiában. Ő neki nem egy természetes közeg Indiának ez a legalapvetőbb hétköznapja. Ő ebben az európai kultúrában beágyazódva nőtt fel, és ő ebből Isten igazából nem lépett ki soha. Ő egy zenész, őt a tablá érdekli, az indiai klasszikus zenéért, csak ő egy teljesen más karakter. Ő elég elveszett volna Indiában, ha neki Indiában kellene élnie, mert ő nem érti meg. Nem ért meg egy csomó dolgot. Úgy szeret sétálni és nézgelődni, és akkor ott tudom, én beül egy teázóval, és akkor ott nézelődik és teázik. Ő egyébként is egy ilyen kávéházi alkat, és legnagyobb pekje, hogy nem valamikor a 20. század első felében született, amikor Babics és József Attila is együtt ültek ilyen helyeken, ő szívesen ült volna. Minket, mondjuk a Péterrel, az indiai zene köt össze. És ez mindig így marad, ameddig ő is azt csinálja, meg én is azt csinálom. A tablásnak ez egy normális dolog, hogy három különböző emberrel játszik. Én nekem ugye más a szerepem és feladatom. Én is megtehetem, vagy megtehetném, hogy
ne a Szalai Péterrel játszom, hanem valaki más. Volt is ilyen egyébként, nem mondom, hogy gyakran. Én szeretek a Péterrel játszani, és amikor lehet, akkor vele játszom. Ez egy döbbenetes dolog, hogy megint visszatérnék Andrásra, hogy hát bő 30 év elteltével is együtt vagyunk, Ravi Shankar tanítvány. Én is közel kerültem hozzá, és ugye ez nem csak egy ilyen hangszeres kérdés, ez egy egészen spirituális műfaj azért, az indiai klasszikus zene. Én magam is mesteremnek vallom Ravi Shankart, nagyon sokat időt töltöttem vele együtt. Volt időszak néhány év, a 90-es évek második felében, ahol együtt gyakoroltunk együtt a tanítványaival, én kísértem tablán, amikor a lánya elkezdett már zenélni és debütált, és akkor is én gyakoroltam velük. Szóval nagyon sokat voltam a környezetében, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen ő a legfontosabb gurú ilyen értelemben az életemben, annak ellenére, hogy hangszeresen nem az ő az én mesterem, de nagyon sokat tanultam hangszeresen is, még ha nem is manifesztálod, és nem játszott el nekem tablán mindazt, amit tanított, de elmondta. Nem várom el, hogy gurunak tekintsenek, de azt elvárom, hogy azt értsék meg, hogy itt miről van szó. Ez a bizonyos szanszkrit szóval ezt úgy lehet egy szóban jellemezni, és nagyon nehéz lefordítani, hogy szádana. Ez azt takarja, azt jelöli, hogy alázati tisztelet. Megint hangsúlyozom, nem a külsőségek, a hajlongás, a lábmegérítés, ezek ritusok, ezek fontosak. Valaki vagy magáévá teszi, vagy nem. Én nem szeretem, ha megérintik a lábamat. Bár volt én például, hogy játszottam Andrással Delhiben, hát ez egész elképesztő történet. Delhiben volt egy koncertünk, másnap találkoztam egy véletlenül Indiában járt egy magyar házaspár, a nagyon jó barátaim. Felhívtak, Benárezben megérkeztek, megbeszéltük, hogy találkozunk Delhiben egy cukráznában. Elvittem őket a cukráznában, beszélgettünk, mikor csak belépett két srác az ajtón, rengeteg ember volt, több százan, egy nagyon híres cukrázna. És meglátott a pofa engem, és odajött hozzám, és megérintette a lábamat. És az előző napi koncerten volt ott, és nagyon tetszett neki, és hát azt mondta, hogy fantasztikus, milyen szinten muzsikáltam. És hát ez nagyon döbbenetes volt, és hát tényleg vadidegen ember odajön hozzá. Na jó, szóval ezeket a külségeket, én ezt nem várom el itt senkitől, mondom, a lényeg a szádana. Az, hogy tudatában legyen annak, hogy mi az, amit csinál. Ez egy olyan dolog ez az egész, ami létezik 3-4 ezer éve. És mindig is voltak minden ilyen nagy hagyománnyal bíró rendszernek, nem csak az indiai klasszikus zenének, felfelé és lefelé ívelő szakaszai. Meg fog maradni. Ha a világ nem robban szét, az indiai klasszikus zene meg fog maradni, és azért fog megmaradni, amiről sokat beszéltünk, mert az alapjai azok olyan mélyen gyökereznek, és olyan alapvető igazságok és természeti törvények alapján fogalmazódtak meg és jöttek létre, amelyek természetes evidenciák is vannak, és mindig is lesznek. Tehát azt mondja maga az indiai zenész is, hogy ezt egy életen belül nem lehet megtanulni. Elkezdeni lehet, megtanulni semmiképpen. Tehát az, hogy így 60 éves korom körül, én meg a Péter 50 éves korom körül, hova jutott el, ez a kezdet. Ez a kezdet.
बाजी उठे रे रे पमा चरणे बाजी बताड़ो झम झम अधरु झरीले एपरी राग अटोई बिका